Közösen rendezett pedagógus napi ünnepséget városunkban csütörtökön Ajka város önkormányzata és a Pápai Tankerületi Központ a Városháza 6. emeleti dísztermében. Az eseményen elsőként dr. Horváth József alpolgármester köszöntötte az ünnepelteket. Magyarországon 65 éve köszöntik a pedagógusokat június 1. vasárnapján. Ajkán a 90-es évek második felétől tesszük ugyanezt. Ilyenkor a jobbaknak elismeréseket adunk át, a legkiválóbbaknak pedig kitüntetést. Mi az idei évben a tankerülettel közösen szervezzük. Az ajkai óvodák mellett itt vannak az ajkai iskolák és a járási iskolák is. Amit önök csinálnak, azt érdemes csinálni. Amit érdemes csinálni, azt pedig érdemes jól csinálni. És azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy az oktatás a társadalom egyik olyan fontos eszköze, amit ma már senki nem vitat. És önök, mint pedagógusok az oktatással a jövőt építik, és önöket ezért érdemes ünnepelni. Mi most önöket ünnepeljük, és kérem azt, hogy érezzék jól magukat a mai napon, és még 15-20 nap van, amikor dolgoznak, utána augusztusig elmennek pihenni, és feltöltődve pedig jöjjenek vissza az új tanévre. Tehát a mai napon érezzék jól magukat, és még egyszer köszöntöm önöket. Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ igazgatója is köszöntötte a megjelent pedagógusokat. A tavaszi, nyár elejé jeles, és a társadalom számára is fontos ünnepnapok sorában június 1. vasárnapján a pedagógusokat köszönti Magyarország. Ajka és térségének pedagógusai a pedagógus nap alkalmából őszinte tisztelettel köszöntjük, és köszönöm áldozatos munkájukat valamennyi diák, szülő és dolgozó nevében. A mai rohanó, minden és mindenkit próbára tevő stresszes élethelyzeteket gyakran okozó világunkban a jó pedagógus nagyon-nagyon nagy kincs a gyermek és a szülő számára egyaránt, hiszen a legféltettebb értékeinket bízunk rájuk. Az oktatás-nevelés közös munka, ahol a társadalom, a család és a pedagógus csak együtt tudja betölteni ezt a feladatot, ahol csak csapatként lehet a gyermek biztos jövőjének záloga. Kívánjuk, hogy ez a nagy csapat minden tagja egymás segítve teljesíteni tudja a ráháruló feladatát, közös ügyünk, gyermekeink és rajtuk keresztül mindannyiunk jövője érdekében. A pedagógus napi ünnepség keretében adták át az önkormányzat oktatásért, nevelésért díszoklevél kitüntetését. Ajka város önkormányzatának képviselőtestülete oktatásért, nevelésért díszoklevél kitüntetést alapított azzal a céllal, hogy elismerésben részesítse azokat a személyeket és közösségeket, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai és diákotthoni oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén, magasfokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű, hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. Ajka város önkormányzatának képviselőtestülete Szabó Jenőné okleveles tanító részére az ifjúság oktatása, nevelése és a közösségi élet szervezése terén kifejtett több évtizedes odaadó tevékenysége elismeréseként oktatásért, nevelésért díszoklevél kitüntetést adományozott. Szabó Jenőné a győri tanítóképző befejezése után 1965-ben a Padragi iskolában kezdett tanítani, onnan is ment nyugdíjba 1999-ben. Az elmúlt évtizedekben pedagógus tevékenysége mellett óriási munkát vállalt és végzett Padragkút kulturális életében. Nagy elhivatottsággal szervezte, bonyolította le a helyi ifjúság kulturális és szabadidejének színvonalas programjait. Oktatta, nevelte az ifjúságot, mindemellett óriási munkát végzett Padragkút közművelődése, annak fejlesztése érdekében. Valódi népművelője, néptanítója a településnek. A Vöröskereszt munkájában is elismerést érdemlő a tevékenysége. Nyugdíjba vonulása óta is tevékenyen dolgozik a nyugdíjas klubban. Néprajzi pályázatot készít, énekversenyre készít fel, kulturális programok megalkotója. Munkáját
számtalan kitüntetéssel ismerték el. Felkérem dr. Horváth József alpolgármester urat a kitüntetés átadására, és Szabó Jenőnét vegye át a kitüntetést. Az önkormányzati kitüntetés után minisztériumi elismeréseket adtak át az ünnepségen. A pedagógus szolgálati emlékérem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható egyik szakmai elismerés. Azoknak az óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása nevelése érdekében tevékenykedtek és kiemelkedő munkát végeztek. A kitüntetettek az adományozást igazoló okiratot és érmet kapnak. Az ünnepségen 11 pedagógus számára adták át az elismerést, egy fő pedig később veszi azt át. 14 pedagógus részesült kiváló munkájáért Ajkaváros önkormányzatának elismerésében. Őket is ezen az ünnepségen díjazták. A rendezvényen a Pannonvár Színház színészei Baranyi Hanna és Szent Árpád Csaba adott alkalomhoz illő műsort. Mindenki tudós, de mindenki figyel, és valaki vagy játszik, és sosem jön fel. De valaki vagy én, és lesz a tizenén, és valaki vagy bátran, és okosan én. Ami fontos, az fordul ellen, az, hogy mindenki más ilyen. A zene is csak ettől igaz, ha baj csak így lesz én. Az ünnepség után pezsgős koccintásra várták a megjelenteket az előtérben, ahol Utasi István, a Művelődési, Oktatási és Sportbizottság elnöke mondott pohárköszöntőt. Egy olyan gondolat jutott eszembe, miután tanítónővel találkoztunk, hogy Kodály Zoltánnak volt egy gondolata, és azt hiszem, hogy most éppen a legjobbkor lehet felidézni, aki azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy ki az operaház igazgatója, hanem az, hogy ki a falu tanítója. És ezt a szép gondolatot azt hiszem, hogy most ajánlhatjuk a Szabóni kolléganőnek, aki tényleg nagyon szép pályát jutott be, és engedjék meg, hogy külön köszöntsem a pedagógus szakszolgálat, illetve a pedagógus szolgálattal kapcsolatos elismerésben részesülteket. Most egy olyan időszak következik a számukra, amikor az elvonási tünetek jelennek meg, hiszen többségében nyugdíjba készülnek, vagy szeretnének, ha én, mint nyugdíjas tanácsot adhatok azt, hogy valami hasznos találjanak ki, mert a káros szenvedélyektől nagyon nehéz megszabadulni. Én kertészkedek, amennyit tudok, és igyekszem közéletet élni. Békés tanévzárót kívánok mindenkinek. Köszönöm a figyelmet. Egészségedet.